Gondoltad volna, hogy egy-egy kutyafajta akár több ezer éves is lehet? Sőt, vannak olyan hihetetlen több tízezer évvel ezelőtti leletek is, ahol a mai háziasított kutyákról maradtak fent képek. Lehetséges, hogy akár a saját kutyád is egy teljesen ősi fajtához tartozik? A mai videóval bizony ki fog derülni. Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai izgalmas és érdekes videóban. A legősibb kutyákról beszélünk ma. Úgyhogy tudjátok mit? Nem is húzom az időt, egyszerűen csak egy gyors felmérés. Mindenki csapjon egy lájkot erre a videóra akkor, hogyha szereti az állatokat. Úgyhogy most szépen megnézzük, hogy hány állatkedvelő ember van a Viccelek csatornán. Most viszont, ha már megvolt a lájk és a feliratkozás, akkor kezdhetjük is a mai részt. Perzsa agár. A perzsa agár talán az egyik legkorábbi háziasított kutyus az egész világon. Több tízezer éves kőalkotásokon is felfedezhető már róluk kép, mint az ember legjobb barátja. Egyiptom régi előkelő kutyájának tartják, ami tudósok szerint időszámításunk előtt több száz évvel már egy teljesen egyedi fajtának számított. Sőt, erre a fajtára hasonlító leletek még 4100 évvel ezelőtti egyiptomi síremlékeken is feltűnnek, valamint még korábbi sumér díszes kövek. Is. Alapvetően egyébként a perzsák és arabok által voltak széles körben használva ezek a kutyák, óriási sebességük miatt arra a célra, hogy gazellákat kapjanak el velük. Egy mini felmérés, írjátok meg kommentekben, skacok, hogy nektek melyik a kedvenc kutyafajtátok. Nekem személy szerint a husky, a samoyed és a golden retriever. Lássuk, mit fog kihozni a felmérés, írd meg te is kommentben a saját kedvencedet. Mexikói mesztelen kutya. Ahogy neve tökéletesen leírja magyarul, egy Mexikóból származó szőrtelen kutyáról beszélünk, aki annyira ősinek számít, hogy még az aztékok által voltak először tisztelve. A mitológia szerint egyébként Szolot istenük alkotta ezeket a kutyákat, tisztelegve az élet előtt, méghozzá ezüst csontokkal. Az Isten végül az embereknek adta a kutyát azzal a feltétellel, hogy életük árán is védelmezni fogják azokat. Cserébe pedig a kutya a túlvilág életüket fogja felügyelni és biztosítani. Különös figyelmet kell egyébként fordítani erre a fajtára, szőre hiányának okán, ezért folyton hidratálni kell, óvni a túlzott napfény elől és gyakran fürdetni. Ezen kívül viszont egy egészséges és aranyos fajtáról beszélünk. Vagyis inkább ezüstös fajtáról, mert a mítos szerint ezüstben vannak a csontjai, érted? Ja, ez jó gyenge volt, azt hiszem. Na mindegy, folytassuk inkább a listát. Karolina kutya. Ránézésre nem tűnik túl ősinek a kutyus, sőt annyira nem is tűnik különlegesnek, mivel nincsenek olyan sajátos vonásai, mint egy sárpelynek vagy egy mesztelen kutyának. Azonban, amitől egyedi és kiemelkedő, az nem szemmel látható, mivel sajátossága a DNS-ében van. Ausztrál dingók és új-guineai éneklő kutyák DNS-ével vegyül ez a fajta, amely közül mindkettő több száz éves múltra tekinthet vissza. A Karolina kutya lehet az egyik legősibb fajta Észak-Amerikában, mivel régi festményeken örökítették meg őket. Természete egy kicsit vad, és erősen a hierarchikus berendezkedést kedveli, így első kutyának nem ajánlják a gazdiknak, csak tapasztaltabb tartóknak. Norvég Ludenhund. Egy teljesen egyedi fajtáról beszélünk, ugyanis mancsain minden egyes lábán 6-6 új található. Emellett sajátos váll és nyakizületei vannak, aminek köszönhetően akár teljesen szét tudja tárni lábait. Sőt, amúgy még a fejét is képes teljesen hátrahajtani. Érdekes adottságai miatt hamar felfigyeltek rájuk, majd vadászati célra kezdték tenyészteni őket, már az 1600-as évektől kezdődően. Idővel azonban majdnem teljesen kihaltak, míg 1963-ra már mindössze csak 6 darab élt világszerte. Nagy-nagy szerencsével viszont néhány elhivatott tenyésztőnek és precíz felügyeletüknek köszönhetően mára már 1500 egyedet jegyeznek. Afgán agár. Egy újabb aktív és futni imádó kutyus, akit ugyancsak vadászatra használtak. Az eredeti történelméről és eredetéről nem sokat tudni, de az biztos, hogy egyiptomi papiruszokban találni róluk feljegyzéseket. Ezen túl barlangrajzok is fent maradtak erre a fajtára hasonlító jellegzetességekkel több mint 4000 évvel ezelőttről. Európában egyébként csak az 1920-as években terjedt el igazán, és érdekesség, hogy még Pablo Picasso-nak is volt egy afgán agara. Emiatt pedig 1962-es Femme Océane festményen látható is egy afgán agár, amit 2012-ben 10 millió dollárért adtak el. Mármint a festményt, és nem az akkora már 50 éves agarat.
Puli. A pulikról rögtön mindenkinek egy szuper egyedi és gyönyörű kutya ugrik be, ami ráadásul Magyarországon is korán elterjedt már. Alapvetően még az ősi rómaiakhoz kötik páran, akár 600 évvel ezelőttre, azonban mivel pontos fejezés nincsen ebben az esetben, így ezt nem feltétlenül kell úgy elhinni, mint a többi esetben. Interneten azt lehet olvasni, hogy 2000 évvel ezelőtt terjedt el Ázsiában, és 1000 évvel ezelőtt jött Magyarországra. Erről egyébként akár tanulhattatok is, hogy a királyi udvarban gyakran használták arra ezt a fajtát, hogy kezüket töröljék hatalmas bundájukba a zsíros étkezések alkalmával. Habár a fajta szőrzete természetes módon ilyen, a gazdiknak bizony külön figyelmet kell fordítani ezek tisztítására. Nápolyi Mastiff. Történelmileg a római légióban harcoltak különböző tüskés egyedi harci felszerelésekben. Hatalmas termetük és erejük miatt még akár alakja is lehet ennek a dolognak, ugyanis egy átlagosan 75 centis és 90 kiló körüli fajtáról beszélünk a dél-olaszországi Mastiff képében. Egy bátor, határozott kutyafajta, így tehát mai napig is egy agresszív és védelmező fajtaként tartják számon, és bár nem háborúban használják manapság, az őrzése viszont tökéletes. Perui mesztelen kutya. Egy újabb fajta, amiket vallásos tisztelet övezett. Ezúttal az inkák tartották szent állatnak ezt a fajtát, azonban a fajta maga még az indiai kultúránál is régebbi. Perui művészeti alkotások mutatnak rá arra, hogy már a 750-es évekből is maradt fent róla emlék. Az inkák szerint egyébként a kutya közelsége gyógyító hatású volt, és azt mondták, a betegség és rosszullét gyorsan elmúlt neki köszönhetően. Ezzel amúgy egyet is értek maximálisan, a kutyusok mindenre megoldást nyújtanak. Ha rossz kedvű vagy, azonnal vidám leszel mellettük, stb. Úgyhogy profi tips kacok, hogyha kutyát szeretnétek otthonra, de ezt nem szeretnék a szüleitek, akkor mondjátok azt, hogy kicsit betegesek vagytok, kicsit rossz kedvűek vagytok, viszont azt hallottátok, hogy a kutyák garantáltan mindkettőre megoldást nyújtanak. Hajrá a kutya szerzéshez! Sajnos egyébként a spanyol hódítások hatására majdnem teljesen kihalt a perui mesztelen kutya fajta, azonban a kisebb perui falvakban megmaradtak, így idővel szépen lassan újra el tudtak terjedni. Sárpely. A sárpely egy Kínából, pontosabban egy aprócska falukából, Tailiből származó fajta, ami évszázadok óta élt a kínai provinciákban, már a Han dinasztia óta, ami időszámításunk előtt 200 évvel volt, mire elkezdtek aztán elterjedni más területeken is. Különböző kerámia díszeken és edényeken is megmaradtak már Krisztus előtt 206-ban készített alkotásokon. A sárpely érdekesség egyébként akárcsak a csau-csauknak is, hogy feketés-kékes nyelvük van, ami az egész világon csak erre a két fajtára jellemző. Úgyhogy kacok, ez lett volna a mai videó, mindenféleképpen csapjatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek és hogyha szeretnétek még hasonló állatos videókat. Emellett egyébként nyugodtan kommentben írhatok még ötleteket arról, hogy milyen videót hozok el majd nektek legközelebb, mert hogy tudjátok, mindig olvasom az összes kommentet, mindig beszélgetünk, mindig válaszolgatok is, sőt, nagyon sokszor volt már olyan, hogy éppenséggel a nézőim közül valaki leírta azt, hogy milyen videót szeretne, nekem ez nagyon megtetszett, aztán pedig is hoztam ezt. Úgyhogy akár igazi producerek is lehetnek, hogyha kommentben írtok nekem ötleteket. Emellett pedig mindenféleképpen csatlakozzatok a csapathoz, azaz iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is. Én most minden esetre megköszönhetek a mai figyelmet is, holnap este ismét találkozunk 7 órakor, addig is további szép estét, és sziasztok!